Köszöntöm nézőinket! Önök a hétköznapokon jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Elsőként jöjjenek kiemelt híreink röviden. Tömeges oltás. 4 helyszínen kapták meg múlt hétvégén az oltást a soron következő regisztráltak. Patakpart általános iskola. Március 29-én éjfélig tehették meg közlekedésfejlesztési javaslataikat a helyiek. Budakalász kézilabda ZRT. Nem bírt a hazai csapat a tatabányaiakkal. 4 oltóponton kapták meg a vakcinát pénteken a budakalászi regisztráltak a Városi Egészségházban. Korábban nem volt rá példa, hogy ilyen mennyiségben állt rendelkezésre oltóanyag a városban. Rácz Katalin házi orvos bízik abban, hogy minél hamarabb minden regisztrált megkapja az oltást. Több mint egy éve harcol az egészségügy a koronavírus járvány ellen. Korábban csak a betegek ellátására volt lehetőség, most azonban az egészségügyi fejlesztéseknek köszönhetően már a vakcinák beadásával is tehetnek a járvány ellen. A legfontosabb tényezők az oltáshoz a megfelelő mennyiségű vakcina és az oltásra váró személyek száma. A pénteki tapasztalatokról kérdeztük a doktornőt. Az oltásokkal kapcsolatban azért elég sok nehézség meg félreértés van. Egy a lényeg, mi nekünk most rengeteg a munkánk, és nagyon szeretnénk, hogy haladjunk az oltásokkal, ezért mindent meg is teszünk. Voltak hetek, hogy több oltóanyagot kaptunk, voltak most viszont hetek, hogy egy kicsit kevesebbet, ezért a kezdeti elképzeléseket nem a kezdeti elképzelések szerint alakultak, tehát hogy azt gondoltuk, hogy már itt húsvét környékére nagyobb átoltottság lesz. Ez azért messze nincsen így. Nagyjából a regisztrációval is összefüggnek az oltások. Én azt tudom például elmondani, hogy az én praxisomnak, ami viszonylag elég nagy, azért csak a harmada regisztrált, és a regisztráltaknak viszont már több, mint a fele be van oltva. De hogyha a praxishoz nézzük, akkor azért a praxis nagyság szerint körülbelül az egynegyede, egyötöde van beoltva. Tehát, hogy azért ez mégsem azért több, mint a fele, tehát egy ilyen becsapós ez a számolás. Én azt gondolom, hogy a háziorvosok úgy kaptak oltóanyagot, ahogy érkezett az országba, azt viszont igazságosan próbálták elosztani, tehát a praxis nagyságokhoz mérten így nem tudunk számadatokat, nincs értelme praxisokat összehasonlítani. Mindenki azt az oltóanyagot, amit kapott, köteles volt beoltani az adott héten, ezt mindenki meg is tette, és nagyjából ezek az arányok vannak országosan is, hogy a most már még azért bőven a 60 felettieket oltjuk, tehát itt Budakalászon is még senki nem ért a 60 évesek, 60 év felettieknek a végére, de azért most egy kicsikét már úgy belendült, állhatnánk jobban is, hiszen a járvány nagyon dúl. Teljesen egyértelműen én azt gondolom, hogy ezt azért egyéb helyeken is sem titok, hogy azért a vakcinák kiszállításával és az megérkezésével egész Európában gond volt. És azért az tényleg igaz, hogy előnyt jelent az Magyarországon, hogy a keleti vakcinákat is használhatjuk, még hogyha ez sok mindenkinek nem is tetszik. Azért voltak hetek, hogy csak a kínai vakcinát kaptuk, volt olyan hét, hogy csak a Sputnikot tudtuk adni. De tény is való, hogy azért voltak hetek, hogy nagyon kevés vakcina érkezett. Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm. Jelenleg Magyarországon ez az 5 féle vakcina az, amit megkaphatnak azok, akik regisztráltak az oltásra. A házi orvosoknak és az oltópontokon dolgozóknak kiküldött lista alapján kell behívniuk a regisztráltakat. Vannak olyan oltóanyagok, aminek azért megvannak az adott kontraindikációi, ezért mindig az adott lehetőséget nézzük, tehát hogy milyen oltóanyag érkezik, mennyi, és az ugye az a cél, hogy a legveszélyeztetettebbek, az idősek vagy a nagyobb betegeket válogassuk. Azért ez nekünk eléggé ki is van adva a feladatba, megkapjuk a listát, amikből megfelelő rangsor szerint kell haladnunk, ezt mindig vissza is kell jeleznünk, hogy kit választottunk, vagy miért léptünk át valakit. Tehát amit nem tudunk, most sem tudjuk, hogy jövő héten milyen vakcinát fogunk kapni, de amikor megvan az adott vakcina, akkor az utasítás szerint haladunk, és akiket tudunk, behívunk. Amikor még ilyen 10-20 vakcinák érkeztek hetente, akkor azt azért meg tudtuk oldani. Most, hogy már megkezdődtek a nagyobb adagban az ismétlő oltások is, egyértelműen mindig vannak, akik rendelnek, és közben nagyobb mennyiségben érkeznek az emberek az oltásra, és a járvány viszont nagyon terjed, úgyhogy különösen oda kell figyelnünk arra, hogy
hogy ne legyen fertőzés, vagy ne legyen ilyen veszély. Úgyhogy most például a mai napon nagyon nagy segítség volt, hogy két ember is jött önkormányzattól, aki segített a betegek irányításával, hiszen valaki a rendelésre jön, valaki, és egyszerre négyen oltottunk, most volt egy olyan néhány óra. Továbbá szintén nagyon nagy segítséget jelent az oltóanyagoknak a kiszállítása, hiszen ez is teljesen random, kapunk egy telefonhívást az ANTS-től, hogy most kell menni az oltóanyagért, sokszor nem tudjuk megvalósítani, hiszen a rendelőben ülünk, vagy dolgozunk. Azt hiszem, hogy ez a kettő most, ami a legnagyobb segítség, de szintén segítség volt az is, hogy kaptunk telefonokat. Ez nem olyan telefon, ezt szeretném elmondani, hogy egy plusz számot kapott mindenki, amin hívhatók vagyunk, mert így is pont az a baj, hogy több számon keresnek minket, mint amit föl tudunk venni. Viszont mivel a vonalakat közösen használjuk a kollégákkal a vonalas telefont, ezért most tényleg nagyon nagy segítség, hogy van egy plusz telefon, amiről mi tudjuk keresni a betegeket az oltásra híváshoz. Nagyon sokat cseng a telefon a házi orvosi rendelőkben. Akik nem tudnak rangsorolni a személyek között, pontos protokollt kell betartaniuk az oltás során. Az időpont egyeztetést egy másik telefonvonalon intézik az orvosok, hogy gördülékenyebb legyen a kommunikáció. Én átérzem mindenkinek a helyzetét, senkinek sem könnyű, az egészségügyi dolgozóknak sem, azoknak sem, akik betegek és az oltásra várnak és nem kapják, akik már úgy érezték, hogy nagyon meg kellene kapniuk. Azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb, hogy aki kapott oltást, és aki még nem kapott, egyaránt ugyanúgy tartsa be most a járványügyi szabályokat, és talán mindennél szigorúbban kell tartanunk, hiszen még soha nem volt ekkora járvány Magyarországon. Tehát ez akkor is fontos, ha megkapta valaki az oltást. Aki még nem kapott oltást, attól azt kérjük, hogy bízzon abban, hogy sor fog rá kerülni, és rögtön hívjuk, ahogy tudjuk. Attól, hogy telefonálnak és leveleket írogatnak, csak a mi szívünket feldítják, de nem tudjuk befolyásolni, hogy mennyi vakcinát kapunk. Nem tudom jövő héten, hogy mi lesz. Nem válogatni nem nagyon érdemes. Tehát, hogyha mi már úgy hívjuk fel a betegeket, hogy tudjuk, hogy azt a vakcinát neki lehet kapni, vagy nem, mindenféleképpen az a cél, hogy az első oltást a lehetőleg hamarabb a legtöbb ember megkapja. Nem volt még Budakalászon ilyen, hogy egyszerre négy rendelőben oltottak a házi orvosok. Fontos a szervezés, mert egy beoltott személynek 30 percet kell várakoznia, hogy az esetleges rossz immunválasz esetén beavatkozhassanak az orvosok. Erre azonban még nem volt szükség egyik praxisban sem a doktornő elmondása szerint. Március 29-én éjfélig fejthették ki véleményüket és tehettek javaslatokat a budakalászi lakosok és civil szervezetek a Patakpart általános iskola körüli közlekedésfejlesztési tervekhez. 29 vélemény érkezett, a legtöbb levelet magánszemélyek küldték. A javaslatok főleg a járdák építését, a gyalogos utak rendbetételét, új gyalogos átkelőhelyek létesítését szorgalmazták, többen például a Fácán és a Csalogány utcán. Kőbányai úttal való gyalogos összeköttetésének javítására hívták fel a figyelmet. A javaslatokat a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság munkacsoportja, Kálmán Kinga főépítész és Szelecki Szilvia a műszaki és főépítész iroda vezetője megvitatja, és a kivitelezésre alkalmasakat beépítik a közlekedésfejlesztési tervbe. Az iskola építése befejeződött, de az épület használhatóságát nagy mértékben befolyásolni fogja a megközelíthetőség. A szükséges fejlesztések költségei a város pénzügyi lehetőségeit bőven meghaladják. A tervezői becslés szerint megközelítik az 1,2 milliárd forintot. A városvezetés folyamatosan egyeztet a kormányzati szereplőkkel, és az újabb tárgyalásokon biztató fejleményeket tapasztaltak, olvasható Budakalászváros hivatalos oldalán. Lényeges a lelki előkészület ezekben a nehéz időkben is. Húsvét ünnepe az elcsendesedésről, a visszavonulásról és a lehetőségekhez képest az egymás felé fordulásról szól idén is. A hagyományos értelemben vett szent gyónásra és áldozásra most nincs lehetőség, de a bűnbánatot mindenki elvégezheti. Virágvasárnappal kezdődött a nagy hét, ami a szent három nappal ér véget. A tavalyi évhez hasonlóan idén is csendesen, gondolatainkban mélyedve várjuk a kereszténység legnagyobb ünnepét, a húsvétot. Nagy hét, hitünknek a legnagyobb ünnepe, hiszen húsvét az, amibe torkollik. Biztos, hogy része a vallásos lelki készületünk is,
de hát a vallás ünnep mindig összekötődik számunkra, hát gondolunk szeretteinkre, hozzátartozóinkra egyaránt. Én bíztatok mindenkit, hogy keresse meg azokat a lehetőségeket, ahol be tud kapcsolódni az online közvetítésekbe, hiszen ezek a szertartások nagyon sok emléket hoznak elő bennünk, másrészt pedig nagyon mélyek, nagyon letisztultak, és nagyon őszintén szívhez szólóak mindannyiunk számára. Ezen kívül lehet gondolkodni, hogy egy család hogyan ünnepli meg a Szent Háromnapot, hogyan tud otthon imádkozni, hogyan tud együtt lenni, vagy mik azok a tettek, amiket ezekben a napokban véghez visz. Illetve végig gondoljuk azt, hogy ki az a számunkra kedves, fontos ismerős, akit meg akarunk lepni, hiszen talán pont ebben a bezártságban nagyon jó lesne neki, ha gondolnánk rá szeretettel. Mindenkinek nehéz a távolságtartás. Nem csak a felnőtteket, de a gyerekeket is megviselik a szigorú szabályozások, hogy nem találkozhatnak, nem lehetnek közösségben, nem játszhatnak egymással a korábban megszokottak szerint. Kelemen László plébános így üzent a legkisebbeknek. Használják jól ki ezt az időt, kicsit pihenjenek, élvezik a tavasznak a szépségét, meg a természetnek a közelségét, hiszen húsvét az mindig a szabadságnak is az ünnepe. Jézus szabadságot hozott nekünk, és jó, hogyha egy kicsit most háttérbe tudják tenni az elektromos készülékeket, és tudják élvezni a szabadságot, a levegőt, akkor is, ha persze figyelünk egymást, és betartjuk azokat az óvintézkedéseket, amiket kérnek tőlünk. De hát biztos, hogy otthon ilyenkor jön a tavaszi nagy takarítás, abban is ki kell venni mindenkinek a részét, de talán ezek a készületek meghozzák azt az örömet, amikor az ember megérkezik, hogy igen, minden szép volt, jó volt, és akkor most már itt van az ünnep, és átadhatjuk magunkat neki. Nagy héten bűnbánatot tartunk, megvizsgáljuk lelkünket, és megtaláljuk, felismerjük hibáinkat, hogy megbánhassuk őket. Fontos a megbocsájtás és az is, hogy bocsánatot tudjunk kérni azoktól, akiket megbántottunk. Lehet egy hosszabb lelkiismert vizsgálatot tartani, hiszen amikor Jézus elveszi a világ bűneit, elveszi a mi bűnünket, mi az, amit mi neki odaadunk, amit kérjük, hogy ugye a kereszten szegezve szabadítson meg minket tőle. Kétféleképpen is elindulhatunk. Egyrészt végig tekintünk az elmúlt időszakra, ki mennyi időre, fél év, egy év akár, tavaly húsvét óta, pandémia óta, hát annyi lehetőség van, és tényleg úgy végignézzük azokat az időszakokat, mikor mi volt bennünk, mi volt, hogy botoszkál bennünk, mit tettünk, mit halasztottunk, mit mulasztottunk, kikről felejtkeztünk el. Másrészt pedig ott vannak a kapcsolataink, szociális hálózatunk, amiben élünk, mozgunk, hogy ott hogyan alakulnak a dolgok. Ott most mi az, akit mondjuk tényleg azt gondolom, hogy megbántottunk, megsértettünk, vagy akár elfelejtettünk. Akár a telefonkönyvünket is végignézhetjük, messenger üzeneteinket is, kiktől kapunk, kiktől nem. Kik az, akiket mondjuk így agresszívebben válaszoltunk, türelmetlenebbek voltunk, hát annyi minden lehet, ezeket is jó átgondolni néha. Éljük meg a lehetőségekhez képest az ünnepet, ahol most a belső elcsendesedés, a lelki értékek kerülnek majd a középpontba a hagyományok mellett. Húsvét üzenetében benne van, hogy Isten kiengesztelte magával a világot. De Jézus, amikor tanít bennünket imádkozni, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, akkor azért benne van egy bátorítás, hogy nehéz bocsánatot kérni. Jézus megmutatta a kereszten, hogy mit jelent bocsánatot kérni. Atyám, bocsáss meg, nekik nem tudják, mit cselekszenek. De ebből a példából mi is meríthetünk, hogy mi is tudjunk bocsánatot kérni. Kívánok nagyon kegyelmekben gazdag Szent Háromnapot, kívánom, hogy tudjunk a lehetőségeinkkel élni, és hát tudjunk szeretteinkkel lehetőségek szerint együtt ünnepelni, amennyire megengedik a rendelkezések, és amennyire mi meg tudjuk ezt magunknak szervezni. Találjuk meg a fantáziánk által azokat az alkalmakat és módokat, ahol azért lélekben együtt tudunk lenni. A Veszprémi KKFT és a Gyöngyös utáni vereséget követően a Grundfos Tatabányát fogadta hazai pályán a Budakalász kézilabda ZRT. Csoknyai István legénységének néhány napja volt, hogy felócsúdjon a vereségekből, és ismét harcba szálljon a győzelemért. Jól kezdte a tavaszi szezont a Budakalász kézilabda ZRT, hiszen 4 mérkőzésen győzött zsinórba, azóta azonban nem sikerült pontot szerezni a kalásziaknak. Szerdán se volt könnyű dolga a csapatnak, hiszen a Tatabányát fogadta a Dunakanyari gárda. Az első fél időben 12-8-ra vezetett a vendégegyüttes, a végén pedig 24-18-ra győztek a kalásziak ellen. A tatabányaiak vezetőedzője betegség miatt nem lehetett a csapattal, így érte is játszottak a bányászok. Bízom benne, hogy ez a győzelmünk
hozzájárul vezetőedzőnk Adam Maticsnak a gyógyulásához, és kívánunk neki mihamarabbi felépülést. Ez lenne az első gondolatom. A mérkőzésről, hát azt kaptuk, amit vártunk. A Budakalász egy nagyon jól összerakott csapat. Én azt kértem a fiúktól, hogy próbáljunk meg az első pillanattól kezdve 100%-os koncentrációval játszani, hogy ne nekünk kelljen az eredmény után mennünk, mind támadásban, mind védekezésben az első pillanattól figyeljünk oda. Ezt sikerült megvalósítanunk, de az utolsó, mondhatom azt, hogy az utolsó pillanatig nyílt volt a mérkőzés, nem érezhettük azt, hogy bármelyik pillanatban megvan, hiszen, mint említettem, ezen a pályán nagyon-nagyon nehéz nyerni. Gratulálok a fiúknak. A hozzáállás, a küzdeni tudás, az úgy gondolom, hogy példaértékű volt ezen a mérkőzésen. Gratulálok a Tatabányának, én azt gondolom, hogy megérdemelten nyert. A másik, egy kicsit bosszus vagyok, hiszen több volt ebbe a mérkőzésbe, főleg az első fél időben kiválóan védett a kapusunk, igaz az elmondható a túloldalra is, de nem tudtuk ezt kihasználni, hiszen támadásban gyermetek hibákat védettünk, a hazai pályán 18 gólt lőve várható volt, hogy az kevés lesz. Ismét kevés gólt kaptunk, tehát megint csak 24 lőtt gólt engedélyeztünk az ellenfélnek, tehát a védekezésünk, kapus teljesítmény azt gondolom, hogy rendben volt, de támadásban egyszerűen nem tudjuk átlépni a saját árnyékunkat. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Tatabánya az más szint, tehát az a belső négyes, aki ellen próbáltunk helyzeteket kialakítani, az Európa bármely csarnokába problémát okozhat, de ennek ellenére kicsit csalódott vagyok. Az várható volt, hogy a Tatabánya a nagyobb tudását befogja, vagy kamatoztatni fogja is, és meg fogja nyerni a meccset, de egy nagyobb meccsre számítottam, egy nagyobb meccsre készültünk. Összességében a Tatabánya ledarált bennünket, és nem tudtunk úgy megszorítani őket, hogy szerettük volna. Több válogatott játékossal is rendelkezik a Tatabánya, ettől függetlenül megnehezítette a dolgukat a Budakalász. Gratulálok a Budakalásznak, mert nem megnehezítették a dolgunkat. Belülről megélve borzasztó kemény mérkőzés volt, de szerencsére tényleg sikerült egy csapatként végül győztesen elhagyni a pályát, ez nagyon jó érzés volt. Belülről megélve csak is mondhatóan több lehetett volna ebbe. Tényleg küzdöttünk végig, ami nyilván nálunk alap, meg nagyjából mindenhol alap, hogy küzdünk, de ott azokban a szituációkban, amikor talán át tudtunk volna lendülni, akkor belehibáztunk, úgyhogy menni kell tovább. A járvány miatt felborult a KNTH Liga menetrendje, így legközelebb szintén a Tatabányával játszunk április 14-én szerdán, ám akkor mi utazunk a bányászokhoz. Végül a várható időjárásról. Hideg front érkezik fölénk pénteken, megélénkül erős lehet a szél. Napos és felhős időszakok váltják egymást. Zápor délután alakulhat ki a középső ország részben. Visszaesik a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 11-18 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer, röviden. 4 oltóponton kapták meg a vakcinát pénteken a budakalászi regisztráltak a Városi Egészségházban. Március 29-én éjfélig tehettek javaslatokat a budakalászi lakosok és civil szervezetek a Patakpart általános iskola körüli közlekedés fejlesztési tervekhez. 24-18-ra nyert a Grundfos Tatabánya KC a Budakalász kézilabda ZRT ellen tegnap délután. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma, híradóval legközelebb, pénteken este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Fogadó óra című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. És megtalálnak bennünket a közösségi oldalakon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Én munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak egymásra, viszontlátásra!